Érdekes módon a családban visszamenő hosszú időre se építész, se mérnök ember nem volt. Viszont a nagymamám az 1900-as évek elején remek amatőr festő művész volt. A képei otthon kint lógtak a falakon, azok engem nagyon megragadtak, főleg amikor megtudtam édesanyámtól, hogy ezek a nagymama képei. Nagyon tetszett az a Balaton széplaki környezet, ami akkor még egészen fantasztikusan tiszta volt, és néhány ház volt csak. És a mi házunk kis emeletes kocka, amit én az utolsó darabjáig és az utolsó kilincséig, burkolatáig egész kisgyerekként úgy tekintettem, mint egy érett építész. És teljesen a fejemben is van minden egyes részlete. A tanítványaimnak félig viccesen, de közben azért komolyan gondolva szoktam mondani, hogy én tulajdonképpen azért lettem építész, mert egy ilyen házban töltöttem a kisgyerekkorom. Ez egy Badacsony Tomai üdülőépület, és elég nagy áttörés volt, a szakmában is nagyon pezsgő levegőt teremtett, és olyan novum volt a 70-es évekhez képest, ami nekem személy szerint is, de ugye a szakmának is elég sokat jelentett, olyannyira, hogy lényegében ez volt az első önálló munkám, de ezért rögtön Ébli díjat kaptam. 35 évesen, ami korainak számított, meg ma is viszonylag korainak számít. Én a díjaknak nem tulajdonítok egyáltalán nagy jelentőséget, de ez akkor jól jött. Nagyon jól jött, és jó volt túl lenni ezen a díjazás vágyon. Minden megbízásnál szinte anélkül, hogy tudnám a részleteket, tudnám a feladat apró csinyát-binyát, egy vízió, egy első gondolat fölbukkan bennem, és azután loholok, vagy úgy is mondhatnám, hogy könnyű dolgom van, mert utána azt már csak le kell rajzolni. Nekem nincs stílusom. Lehet egy-egy építésznek, tehát sokan, sokfélék vagyunk. Nekem sokkal izgalmasabb ez a kalandozás, ez a mindig más csinálni, kísérletezni, kockáztatni, amiből aztán milyen kerek egész jön ki a végére, én bevallom, ez engem nem is nagyon foglalkoztat. Gondolom az a célja, hogy a terep az szabad maradjon. Ebből lehetne valami izgalmas, de az ilyenfajta megoldásokkal az a tapasztalat, hogy lehetne, csak aztán nem lesz. Sose szerettem iskolába járni, és nagyon-nagyon szeretek tanítani. Először a műegyetemen, aztán nagyon gyorsan az akkori iparművészeti főiskolán MOMÉN. Az megint egy nagyon érdekes kaland. Én nagyon szerettem volna oda járni diákként. Ez szóba se jöhetett, viszont ha már nem járhattam oda iskolába, akkor oda szegődtem el tanárnak. Az építész az valahogy úgy dolgozik, hogy megbíznak benne, hisznek benne, nyilván kötöttségekkel, de szabadsággal is dolgozik, és én ezt a megbízóimtól sorozatban megkaptam, és ez a hit, és ha hisznek az emberben, ez ugyanúgy szárnyakat ad, és ettől meg tudja haladni saját magát, mert én azért a legjobb munkáimnál úgy gondolom, hogy azok sokkal többek, mint amit én tudok.